Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Ma augusztus 28-a van, Ágoston és Alfred névnapja. 266 éve e napon született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. 396 éve II. Ferdinándot választották meg német-római császárrá. Most következzenek a nap legfontosabb hírei egy-egy mondatban. Segélypont Szabadkának, 14 millió dinár magyar kanizsának a migráns helyzet enyhítésére. Egyetlen komolyabb biztonsági probléma sem alakult ki eddig a bevándorlók és a szerbiai lakosok között, nyilatkozta a szerb belügyminiszter. Elfogadhatatlan, hogy a nyugat-balkáni útvonal országai elősegítik olyan emberek rázódulását a schengeni határokra, akikről nem tudjuk, hogy kik, jelentette ki a magyar kormány szóvivő. Békés Csaba Zenta és Szabadka gyermekkorosztályú vízilabdázói mérkőztek meg pénteken Szabadkán. Egy segélypont felállítását tervezik a szabadkai téglagyárnál a téli hónapok idejére a migránsok ideiglenes ellátására, jelentette be Maglai Jenő. A város polgármestere a tartományi migrációs tanács illetékeseivel a helyszínre látogatott, hogy a migránsok helyzetéről tájékozódjon. 4-5 napot töltenek a külváros területén a migránsok, majd tovább indulnak. Az éjszakákat a szabad ég alatt töltik, csak eső esetén húzódnak be a volt gyárépület belsejébe. A Vöröskereszt aktivistái folyamatosan igyekeznek élelmet, italt és segítséget nyújtani nekik. Some package small and also some food small, but sometimes I don't have the food and the water and some necessaries. A szabadkai téglagyár már 2011 óta a menekültek egyik fő célpontja. Itt várakoznak addig, amíg tovább nem utaznak Magyarország felé. A szabadkai önkormányzat eddig megfelelően kezelte a menekült áradatot, ám további segítségre van szüksége tartományi, illetve köztársasági intézményektől, mondta Maglai Jenő. A polgármester kifejtette, nem anyagi segítséget várnak, inkább élelmiszereket és fertőtlenítőszereket, amelyek a helyzet kezeléséhez szükségesek. Az illetékesek igyekeztek az elmúlt időszakban mindent megtenni annak érdekében, hogy a város polgárai biztonságban érezhessék magukat. Ami igazából aggaszt bennünket, az elkövetkező periódus, ugye jön a tél lassan, és erre vonatkozóan kell felkészülnünk. Szeptember elején lesznek a következő fordulók tárgyalásai a jövendőbeli tulajdonosokkal itt a régi téglagyár területén. Megpróbáljuk megtalálni azt a megoldást, ami elfogadható lesz a köztársaság számára is, illetve a tulajdonosok számára is, hogy igazából a télen itt felkészüljünk egy segélypont felállítására a migránsok felé. Magyar Kanizsa területén lényegesen nagyobbak a gondok. A tiszamenti településre érkeznek a legnagyobb számban a bevándorlók. A község közel 14 millió dináros támogatásban részesül. A pénzösszeget egyebek mellett a közterek karbantartására és a pihenő központ fenntartására fordítják, valamint a Martonoson és Horgoson kialakult problémákat is részben orvosolni tudják. A következőkben Szabadka is számíthat támogatásra. Mi itt most egy példát mutattunk a tartomány részéről ezeknek a pénzeszközöknek a biztosításával, hiszen más forrásokra is szükség van, és ez a pénz, amit mi biztosítunk, csak egy része a szükségesnek. Mi azt szeretnénk, hogy a példát követve a köztársaság és a nemzetközi szervezetek, az Európa Unió is bekapcsolódik majd anyagilag is ezeknek a kérdéseknek a megoldásába. Nyilas Mihály elmondta, a napokban várható egy Európai Uniós anyagi segítség is, amelyet a helyi önkormányzatok között osztanak ki. A tartományi migrációs tanács elnöke fontosnak tartja, hogy ebből a pénzből arányosan részesüljenek mind a déli, mind pedig az északi határszakasz menti önkormányzatok is. Szabadkát követően Magyar Kanizsára látogatott a tartományi migrációs tanács küldöttsége. A testületben a tartományi Vöröskereszt, az ENSZ menekültügyi főbiztossága és más intézmények képviselői is helyet kaptak. Magyar Kanizsán a küldöttség megtekintette a migránsoknak kialakított vásártéri pihenőhelyet. Viszonylagos nyugalom honolt a táborban a tartományi küldöttség látogatása idején. Egy-két busz érkezett, a másik elindult, a migránsok ettek vagy pihentek az árnyékban.
A bagdadi illetőségű Hussein, aki elmondása szerint zenész, Bécsbe szeretne eljutni családjával, mára tervezi az indulást. I came here yesterday. I was trying to cross, but there's no enough buses to take us to the borders. And also I heard that everybody get catched by the Hungarian police. So I was just afraid a little bit, but I may go right now because I'm waiting for my family. A tartományi kormány nagyra értékeli a magyar kanizsai önkormányzat törekvéseit, ezért igyekszik kellő támogatást nyújtani a migránsok ellátása terén keletkező költségek fedezésére, nyilatkozta Nyilas Mihály. A tartományi migrációs tanács elnöke kiemelte, a szerdán jóváhagyott mintegy 14 millió dináros tartományi támogatás napokon belül az önkormányzat rendelkezésére áll. Az elmúlt időszakban magára voltak hagyva az önkormányzatok, beleértve Magyar Kanizsát is ebben a kérdésben. Saját erejéből kellett egy nemzetközi problémát megoldania, kezelnie, és ez hatalmas terheket jelent, hatalmas kiadásokat jelent egy ilyen kis önkormányzat részére, mint Magyar Kanizsa. A tartományi támogatás korántsem elég a pihenőhely hosszabb ideig történő fenntartására és működtetésére. Egy rövid időre azonban megoldja az anyagi gondokat. Jó részt lefedjük az eddig kiadott pénzeszközöket, hogy úgy mondjam, ebből eszközöket is tudunk vásárolni, amivel hát az itt, hogy mondjam, az itteni állapotot továbbiakban normális módon fönn tudjuk tartani, és hát ebből már tudunk olyan költségeket is fedezni, ami hát ennek a pihenő tábornak a napi működtetéséhez szükséges. Gondolok itt az áramfogyasztásra, a villanyra, a takarításra, az állandó felügyeletre, az emésztőgödör ürítésére, ami egy nagyon nagy tétel. A hét elejé óriási menekült hullámot követően, amikor egyszerre 3000-en is feltorlódtak a vásártéri pihenőközpontban, csütörtökön már csak mintegy 800 migráns érkezett ide, pénteken pedig megközelítőleg 1000-1500 érkezhet. Fenyegették a Pannon RTV stábját Horgoson csütörtökön este, komolyabb incidens nem alakult ki. A menekültek egyre feszültebbek, tömeges jelenlétük a helyieket egyre inkább nyugtalanítja. Bottal hadonászva fenyegetőzött az egyik menekült. Forgatócsoportunk tagjait próbálta meg ilyen módon elűzni. A képek Horgoson a vasút mentén készültek csütörtök este. Riporterünk ma nyilatkozott Magyar Kanizsán. Jöttek oda és lögdösni kezdték Ákost is, tolni arrább, Bottal még a kamerájának a felsejére rá is vágtak, és hát hiába mondtuk, hogy sorry, excuse me, meg erre-arra, lögdöstek, lögtek el bennünket tovább, és hát végül is jobbnak láttunk, hogyha elmegyünk, mert ugye sokan voltak, ott körülöttünk is hirtelen, ott felálltak a többiek is, és hát úgy voltunk vele, hogy jobb lesz, ha visszahúzódunk, mert ennek fele sem tréfa, mert még majd verést kapunk, és gyakorlatilag nem volt kihez fordulnunk. Nem volt kihez fordulniuk, mert a stáb tagjain kívül helyi személy nem tartózkodott a környéken. A beszámoló szerint a rendőrök is alig negyed órát töltöttek ott. A menekültek szokás szerint taxikkal, minibuszokkal érkeztek a településre. Olyan is akadt közöttük, aki már az autóbuszról is Bottal a kezében szállt le. Ezek itt egy másik forgatóstábunk felvételei, szintén Horgoson, valamivel korábban. Stábunk a vasút mellett felvételezte, hogy a több száz migráns Szerbiából Magyarország területére próbál jutni. Beszéltem a falu vezetőségével. És láthatólag az sem zavarta a zöld határon a jobb élet felé igyekvőket, hogy élőben közvetíti a kamera az illegális határátlépésüket. Munkatársaink késő estig maradtak a helyszínen. Az este sötétjében, mint fogalmaztak, nem féltek, de komfortérzetük megszűnt. Ezek az emberek nagyon sok mindenen túl vannak, háborúkon, erőszakokon, gyilkosságokat láttak, és nem tudom azt mondani, hogy nyugodtan állunk ott a sinek mentén, ahogy ők vonulnak el. A kamera is egy olyan tényező, ami idegesíti, bosszantja őket, és akkor ez az egész helyzet egy kicsikét feszülté tud válni. Habár komolyabb incidensek ez idáig nem alakultak ki, a menekültek szeméthegyeket hagynak maguk után, és több gazda gyümölcsösében is komoly károkat okoznak a környéken.
Egyetlen komolyabb biztonsági probléma sem alakult ki eddig a bevándorlók és a szerbiai lakosok között, hangsúlyozta Nebojša Stefanović a Lakosok Biztonsága elnevezésű fórumon Belgrádban. A szerb belügyminiszter hozzátette, több szerbiai állampolgár ellen is vádat emeltek, elsősorban embercsempészet gyanúja miatt. Rendőrök is vannak közöttük, tette hozzá Stefanović. Az év eleje óta hivatalosan összesen csupán 500 migráns kért menedékjogot Szerbiában, azonban legnagyobb részük már alig egy hét után elhagyja az országot. A migránsok nem tudnak fegyvereket és robbanószereket behozni Szerbiába, hangsúlyozta Nebojša Stefanović. A svakog čovjek koji uđe u našu zemlju fotografišemo, uzimamo otiske prstiju, razmenjujemo baze podataka sa svim mogućim stranim službama koje imamo, baš zato tražeći ljude, oni ne mogu da unesu oružje u našu zemlju, ne mogu da unesu eksplozivne naprave u našu zemlju, jer sve to pregleda. To naravno košta. To naravno iziskuje mnogo veći rad ovih momaka i devojaka u plavim uniformama, ali to je naš posao. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon található országok hatóságai elősegítik olyan emberek rázudulását a schengeni határokra, akikről nem tudjuk, hogy kik, jelentette ki a magyar kormány szóvivő. Kovács Zoltán elmondta, naponta szembesülnek azzal, hogy állami szervek iránymutatásával szervezett formában szállítják az embereket a zöld határra. Hozzátette, ebben a helyzetben Magyarország az egyetlen állam a nyugat-balkáni útvonalon, amely elvégzi a dolgát, miközben a migránsok egyre agresszívabban követelik, hogy engedjék, sőt szállítsák tovább őket. A migránsok olyan országokból, a többi között Görögországból és Macedóniából érkeznek a magyar határra, ahol nem fenyegeti veszély az életüket. Az illegális határátlépés helyett mondjuk volna arra, hogy legális formában forduljanak menedékkérelemmel a magyar hatóságokhoz, vagy más uniós tagállam hatóságaihoz. Meglepetésként és ismeretlenként éri maga a tény a nyugati közvéleményt, hogy Magyarország határait 145 ezeren lépték át. Annak vagyunk a tanúi, a szemünk előtt bontakozik ki annak a kudarca, hogy az Unió meg tudja védeni a saját határait. És azért kritizálnak minket, hogy az ország megteszi, amit meg kellene minden egyes európai országnak, illetve az Unió egészének tenni, valamiféle rendet, rendszerezettséget vinni abba, hogy hogyan foglalkozik menekültekkel, akik valóban az életükért futnak, de még inkább a sokkal nagyobb számban érkező illegális migránssal, aki gazdasági bevándorló csak egy jobb élet reményében jön. Óriási problémákhoz vezethet Angela Merkel kijelentése, amely szerint Németország valamennyi szír migránst befogadná, nyilatkozta Nógrádi György az M1 ma reggel című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő szerint így a migránsok nagy része szír állampolgárnak adja majd ki magát, és ez az emberáradat belpolitikai válságot okozhat majd az országban. Nógrádi kiemelte, szeptemberben tárgyal az Európai Unió a menekült hullám kezeléséről. Amennyiben nem születik megállapodás, akkor a tagállamok önállóan dönthetnek az intézkedésekről. A csütörtöki Nyugat-Balkán konferencián döntés született arról, hogy 8 millió eurós segélyt utalnak Törökországnak a menekült szírek ellátására, illetve arra törekednek, hogy az EU határain kívül állítsanak fel menekült táborokat. Nógrádi György hangsúlyozta, végső ideje, hogy Európa rendet teremtsen. Most ott tartunk, hogy az utolsó óra, utolsó percében vagyunk, ha nem, akkor olyan mennyiségű migráns fog jönni, őrületes tömeg jött most, ez az első hullám. A második hullám ennél sokkal nagyobb lesz, és az atrocitások sajnos sokkal nagyobbak lesznek, mert amikor ide jönnek, és amit várnak, és amit kapnak, az köszönő viszonyban sincs egymással. Három bolgár és egy afgán állampolgárt fogtak el és vettek őrizetbe az ausztriai A4-es autópályán hagyott 71 menekült holttestét rejtő teherautó ügyében. A gyanúsítottak között nincs magyar állampolgár, közölte Magyarországos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A holttesteket pénteken elszállították igazságügyi vizsgálatra Bécsbe. A rendőrség szerint nem tipikus embercsempészgépjárműről volt szó, hiszen a teherautó jól zárható hűtőkocsi volt. Becslések szerint a migránsok már másfél-két napja halottak voltak. Legális európai menekült útvonalat és közös uniós megoldást szorgalmazott, valamint zéró toleranciát sürgetett az embercsempészekkel szemben az osztrák belügyminiszter. Johanna Mikl-Leitner hangsúlyozta, nem a határellenőrzés szigorítására van szükség, hanem az unió külső határainak biztosítására.
Molotov koktélt dobtak Németországban egy lakásra, amelyben migránsok élnek, írja a HVG. A gyújtogatásra egy Hannoverhez közeli faluban került sor, az elkövetők ismeretlenek. A lakásban egy nő aludt 3 gyermekével, senki sem sérült meg. A hatóságok szerint valószínűleg a Németország szerte fokozódó idegen gyűlölet miatt került sor a gyújtogatásra. Állítsák le a Novi Sad gázvállalat magánosítását, követeli a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. A párt képviselői azt mondják, hogy az újvidéki gázelosztó titkos magánosítása folyik. Kifogásolják, hogy a vállalattal együtt a gázhálózat is magánkézbe kerül, annak ellenére, hogy a hálózat kiépítésének költségeit jelentős részben a polgárok fedezték. A VSL helyi elnöke Alexander Krávit szerint ezzel a lépéssel az új tulajdonos monopól helyzetbe kerül, ami visszaélésekhez vezethet. A vállalat eddig díjmentesen használta a gázhálózatot, ami szintén több millió eurós kárt jelent a városnak. Ono na čemu stalno insistiramo, ne dozvoliti da gasne mreže uđu u privatizaciju kao resurs, jer praktično ta mreža je u svojini građana Novog Sada i ta vrednost prevazilazi višestruko vrednost štete koja je napravljena u aferi ATP Vojvodina. Ovde se radi o desetinama miliona eura. Lássuk, mi lesz a híradó folytatásában. Verses estet tartott az Életjel Csát Géza művészetbaráti kör Szabadkán. Nem tudják fizetni a hitelt, elárverezik a házukat. Szeptember 1-től önállóvá válik a Topolyai Múzeum, amely megalapítása, azaz 2002 óta a Szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként tevékenykedett. A múzeum önállósodásáról, valamint a városban található kiemelt jelentőségű kulturális intézményekről tárgyalt ma a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége Hajnal Jenő elnök vezetésével a Topolyai Önkormányzat illetékeseivel. A múzeum önállósodására irányuló törekvés már nem új keletű. A fordulat 2012-ben következett be, amikor az MNT megjelentette kulturális stratégiáját. Az önálló múzeum a Topolyai Községi Képviselőtestület és a Magyar Nemzeti Tanács társalapításában jöhet létre, és ilyen formában működésének kezdete a tanévkezdéssel esik egybe, ami akár üzenetértékű is lehet. Ebben az intézményben is ennek az új kezdésnek az érzését, hangulatát fedeztem föl, és ez az új kezdés pedig arról kell, hogy szóljon, hogy hogyan tud úgy kinőni az eddigi fiók múzeumi szerepből, hogy ne csak a környező településeknek, Topolyának, hanem egy szélesebb régiónak is egy fontos közgyűjtemény intézményévé váljon. Ez a fontosság azért is jelentős, hiszen képgyűjteménnyel, régészeti leletanyaggal, helytörténeti anyaggal rendelkezik a múzeum, ugyanakkor sok olyan tevékenységet, ismeretterjesztő feladatot is felvállal, amelyek szélesebb körben is jelentős. Cimmel tartott verses műsort az Életjel Csát Géza művészetbaráti kör csütörtökön este a Szabadkai Magyar Házban. A pódiumra olyan szavalók léptek, akik egykor aktív tagok voltak, de manapság csak elvétve hallhatja őket a közönség. Eldobtam egy gyufát. Hegyke lobogásba fogott. Nagy átéléssel adja elő Maráci Barabás Mónika, a Pannoner TV szerkesztője, Tóth Árpád Láng című versét. Kolléganőnk 7. korában lépett be a művészetbaráti körbe, és 6 évig aktív versmondója volt. Gyermekkori beszédhibáján sokat segített a szavalás. Engem a dadogásból például a szavalás kigyógyított. Tehát az, hogy fellépni közönség előtt, hogy egy betanult szöveget elmondani, és hát most műsorvezető vagyok, szerkesztő vagyok, tévében, rádióban dolgozom, tehát nagyon sokat adott. Gitármuzsika tette ünnepélyessé az Életjel csütörtök esti műsorát. A ritka vendégek között volt Lovas Ildikó író is. Az életjeles próbákra ma is szívesen emlékezik vissza. A tanárnő mindig az óra alatt ült a fotelban. Mi ott ültünk mind a fecskék így sorba az ágyon, és este 9:30-10:00, tehát éjjel ott kódorogtunk a Városházán, nem tudtunk kimenni, és akkor a tanárnő, így vártuk a sorunkat, és akkor a tanárnő azt mondta,
tessék! És akkor föl kellett állni, vigyázni, és elkezdtem mondani, hogy álljon meg! És akkor elkezdtem mondani, hogy mi nem jó, most is kiráz a hideg. A fölcsap cell. Az életjelben 1958 óta rengeteg versmondó tevékenykedett. Horváth Emma tanárnő, a kör vezetője, idén harmadszor hívta meg egykori tanítványait, hogy ismét közönség előtt szavaljanak. Egy óriási, hogy úgy mondjam, verskincs van régi versmondóknak az emlékezetében, és ami semmiből sem áll, fölújítani. És akkor én azt gondoltam, hogy ezek az emberek ilyen-olyan oknál fogva abba hagyták a versmondást, vagy elköltöztek, vagy megunták, vagy merrefelé húzta őket a sors, és azért összeszedhetők. És rengetegen vannak ilyenek. A szervezők arra számítanak, hogy a Ritka Vendég című műsor fellépői közül többen ismét aktívan bekapcsolódnak az életjel munkájába. Milyennek lát a hetedik fejed? Szerdán kezdődött, és vasárnapig tart a nagybecskereki sörnapok. A helyiek vegyes érzelmekkel fogadták a rendezvényt. A látogatók között sok a vidéki, a helyiek eltérően vélekednek a sörnapokról. Pa lepo je što je ta manifestacija bila u vreme dok smo imali pivaru, al sad mi nekako deluje deplasirano ovaj, ali kao promocija grada Zrenjanina može da prođe. Do duše mene slabo interesuje, ja više pijem vina. Vitatott a 180 ezer eurós kiadás. Ez, ami zömében a nagybecskereki lakosságot irritálja, hogy akkor a munkanélküliség mennyit, ilyen pazarlást, pénzkidobást, gondolom, hogy sokkal okosabb dolgokra lehetett volna fordítani. Mindenki választhat a maga zenei ízlése szerint az idei nagybecskereki sörnapok kínálatából. A szervezők ugyanis igyekeztek mindenkinek megfelelő programot összeállítani. Već od sutra na glavnom trgu, novom trgu, očekuje nas koncert Filharmonije Zrenjaninske, Svetlana Cecara-Žnatović, Željko Joksimović, Zvonko Bogdan, a na tradicionalnom žitnom trgu gde su pivarski štandovi, veliki broj izvođača koji će podizati atmosferu. Néhány civil szervezet és ellenzéki politikus szerint a sörnapokra fölöslegesen sok pénzt költenek. Az önkormányzatban viszont azt hangoztatják, hogy majd a látogatottság igazolni fogja őket. Hoćemo jedan novi kvalitet, hoćemo da ovo postane jedna od najboljih i najposećenijih manifestacija u Srbiji. Potrudili smo se i kvalitetnim programom i raznoraznim sadržajem i očekujemo pola miliona gostiju narednih 5 dana u Zrenjaninu. Az árusok szenvetése elsősorban az elfogyasztott sör és hús mennyisége, és meghatározója lesz majd a rendezvény sikerességének. Nem tudják fizetni a hitelt, eláraverezik a házukat. Vakula István feleségével egy 2,5 szobás házban élnek. Még 2007-ben házfelújításra 3800 euró kölcsönt vettek fel. Mára ennek értéke több mint 4,5 ezer euró a kamattal együtt. Vakula István guberálásra kényszerült, miután munkanélkülivé vált. Erről már korábban beszámoltunk a Pannoner TV híradójában. Még most is naponta jár flakonokat gyűjteni, minden nap hajnali 3-kor indul összegyűjteni a palackokat. Vakula István 2008. május 31-e óta munkanélküli. Felesége munkaképtelen. 10.995 dinárból élnek ketten havonta, és ebből már a felvett kölcsönre nem futja. A házas pár még 2007-ben vette fel a banki kölcsönt a lakás felújítására. Az összeg, amiből a helyreállítást fedezték, 3800 euró volt. Mára ez az összeg 4,5 ezer euró fölé emelkedett. A részleteket még egy ideig tudták fizetni, még akkor is, amikor már István munkahely nélkül maradt. Fölvettem 3800 eurót, abból mindjárt 760 eurót elvettek mind depozit, és még én munkaviszonyban voltam 2008. május 31-ig, és utána egy évet voltam a szízen,
és én az idő alatt feketén dolgoztam a volt munkahelyemen. És, de megígérték, hogy visszavesznek, de elvégre nem haragszok rájuk. Mindenkinek van egy elképzelése, meg minden, itt semmi harag. Na és akkor én addig fizetgettem, még volt lehetőség, amikor már megszűntek a lehetőségek, akkor nem fizettem. István egyedül látja el munkaképtelen feleségét. Mozes Usztati? Mozes? A férfi minden lehetőséget kiaknázott, megpróbálták már eladni a házat is, hogy törlesszék az adósságot. Amennyiben nem tudják kifizetni az összeget, a házukat szeptember 18-án elárverezik. Szóval árulja a bank, 18-án lesz a 18-án lesz, szeptember 18-án lesz 10 óra 30-kor az eladás. De ha én nem fizetem ki, akkor eladják. Tehát önök bukválisan szeptember 18-áig kaptak haladékot? Igen, haladékot, addig vagyok bent a házban. A házaspár segélyből és a guberálásból szerzett minimális összegből tengődik. Aki segíteni szeretne, a 064 29 42 81 9-es telefonszámon érdeklődhet. A szerb Ivana Spanovića a harmadik helyen végzett a női távolugrás döntőjében a pekingi atlétikai világbajnokságon. A selejtezőből 691 cm-es országos csúccsal az első helyen döntőbe jutó nagybecskereki klasszisa finálé első sorozatában 701 cm-rel újabb országos rekordot ért el. Vezető helyét a harmadik sorozatig tartotta, amikor a brit Sarah Proctor 707 cm-rel átvette a vezetést, majd az utolsó sorozatban az amerikai Tiana Bartoletta 714 cm-es ugrással az idény legjobb eredményével mindkettőjüket maga mögé utasította és megszerezte a világbajnoki címet. Spanović két éve a moszkvai világbajnokságon szintén a dobogó harmadik helyén végzett. A világbajnokság hatodik napján még négy számban hirdettek bajnokot. A 20 kilométeres női gyaloglást a kínai Hong Liu nyerte, női 200 méteren a jamaikai sprintereket megelőzve a holland Daphne Schippers diadalmaskodott. A férfi 110 méteres gátfutás győztese az orosz Sergej Subenkov lett, a női 100 méteres gátfutás világbajnoka pedig a jamaikai Daniel Williams. Békés Csaba Zenta és Szabadka gyermekkorosztályú vízilabdázói mérkőztek meg pénteken Szabadkán. A Spartacus vízilabda klub harmadszor szervezi meg a nemzetközi gyermekvízilabda tornát. Az edzők szerint a gyerekek fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy ismeretlen csapatok játszanak egymás ellen. Harmadszor szervezték meg a nemzetközi gyermekvízilabda tornát Szabadkán. A háttérben pont a Spartacus és a Békés Csaba játékosai játszanak egymás ellen. Négy csapat három fordulóban mérkőzik egymással a szabadkai sétaerdei uszodában. Az első fordulót a szabadkai Spartacus csapata nyerte a csabai csirkefogók ellen. Játszottunk egy meccset, azon sajnos kikaptunk. Oda tettük magunkat, tudjuk ugyanúgy itt is, hogy miben kell fejlődnünk, miben ügyesebbek nálunk. Most ez így sikerült, de hát meglátjuk a következő meccsekre. Érkezésünkkor a második fordulóra melegítettek be a játékosok. Edzőjük elmondta, hogy mire kell figyelniük. Arra, hogy ne kapjunk gólt, minél erősebben védekezzünk. A tornán a szabadkai Spartacus két csapata, a Békés Csaba és a Zentai csapat játszanak egymással. Ez edzőmérkőzések, mindenkit játszatok, az eredmény nem számít, csak az, hogy minél többet tudnak idegen ellenféle mérkőzni. A szervezők célja, hogy népszerűbbé tegyék a vízilabdát a gyermekek körében. A torna lényeg, amivel gyermekvízilabda tornáról van szó, az, hogy minél többet játszanak a gyerekek, és minél jobban elsajátítsák a kezdő akkordokat, illetve alapokat. Szabadkán nagy múltja van a vízisportoknak, az eseményre legendás vízilabdázókat is meghívtak, akik fiatal tehetségek felfedezésében segítenek. Tehetséges gyerek az van, csak meg kell őket találni. A kupa célja a sport népszerűsítése mellett, hogy a fiatalok megemlékezzenek az egykori pólósokról, mint például Kmetz Andrásról, akinek a nevéhez fűződik a gyermekvízilabda meghonosítása Szabadkán. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden.
segélypont Szabadkának, 14 millió dinár Magyar Kanizsának a migráns helyzet enyhítésére. Egyetlen komolyabb biztonsági probléma sem alakult ki eddig a bevándorlók és a szerbiai lakosok között, nyilatkozta a szerb belügyminiszter. Elfogadhatatlan, hogy a nyugat-balkáni útvonal országai elősegítik olyan emberek rázódulását a schengeni határokra, akikről nem tudjuk, hogy kik, jelentette ki a magyar kormány szóvivő. Békés Csaba, Zenta és Szabadka gyermekkorosztályú vízilabdázói mérkőztek meg pénteken Szabadkán. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Ha még több hírre kíváncsiak, kattintsanak honlapunkra a www.pannonrtv.com oldalra. Viszontlátásra!